Ünnepi megnyitóval kezdődött ma a 23. utazás kiállítás Szolnokon. Az önálló standdal rendelkező települések vezetőit, köztük a cegrédi polgármestert is külön köszöntötték. Jelenleg Magyarországon ez az egyetlen vidéki utazás kiállítás, ami fogalmazhatunk úgy, hogy életben maradt, és azt gondolom, hogy ennek a kulcsa az a közösség, ami itt a térségben turisztika és egyéb ügyek mentén is nagyon szépen kialakult az utóbbi időben. A pandémia miatt 2 év kihagyás után újra személyes jelenléttel külön standokon tudnak bemutatkozni a települések Szolnokon, a kulturális központ előtti téren. Cegléd most is szép mutató standdal készült, több interaktív elemmel. A gyerekek lelkesen próbálták például, hogyan mutatnak a honvéd öltözet mögött. A faháznál az esős idő ellenére nagyon sokan érdeklődtek Cegléd iránt, fiatalok és idősebbek egyaránt. Nagyon sok mindennel készültünk ennek a fesztiválnak a fókuszában, a programok, a városi fesztiválok állnak, úgyhogy mi is természetesen 2 fő városi eseményünkkel készültünk. Az egyik a Toborzó és Huszár Fesztivál, a másik pedig ugye a Laska, és most ugye az Extrém Sport Fesztiválunk lesz majd. Egy kvíz kiadványt is vitt a Turinform iroda, hogy még aktívabbá tegyék a ceglédi rendezvények iránt érdeklődőket, és egyéb meglepetésekkel is készültek a vendégeknek. Az értékesítési kézműves egyedi tárgyainkat hoztunk, amit a Turinform irodában is elérhetőek ugye nálunk. Úgyhogy ezekből vannak a kézműves ékszerek, ceglédi kerámia szappantartó, ami mindig népszerű. Természetesen hoztuk a kiadványainkat Ceglédről, térképet, turisztikai térképet, ebből már fogytak is az elmúlt órában. A városi rendezvények mellett természetesen a termálfürdő és a kalandpark kínálta lehetőségeket is megismerhették a leendő vendégek. Dr. Csáki András úgy fogalmazott, a fürdő nagy, sőt egyre nagyobb turisztikai erőt jelent. A tavaly épített új medencének már most érezhető a hatása. Az utóbbi időben a vendégeknek a száma jelentősen megnövekedett. Ha még azok a elképzeléseink realizálódnak, amit hát magamban meg a fürdő vezetésével megbeszéltünk, hogy egy egészségturizmus irányába megyünk, hisz az a gyógyvíz az adja a lehetőséget, és már ezzel kapcsolatban ugye a Morfi vezetésével tárgyaltam, hogy a szakmai hátteret az egészségügyel kapcsolatban megkapjuk, akkor az tovább növelheti a vonzerejét Ceglédnek. A ceglédi faház mellett egy gyermek gokárt is áll, sokan megcsodálják. A nyársapáti gokártpark is szívesen jött, hogy bemutassa, mi mindennel várják a jó idő közelettével a látogatókat. Jelen pillanatban 21 darab angol gokart szolgálja ki a kedves vendégeket. Hát ezen túlmenően most van úton ugye 4 darab terep gokart, ami egyedüli az országban, úgynevezett off-road gokart, és ennek a pályának is a kialakítása az elkövetkező heteknek a feladata. Az utazás kiállítás Szolnokon még holnap is látogatható. Szombaton 12 óra után Cegrédi Csalogató címmel ad műsort a Patkos Irma Művészeti Iskola.